Itt a Kesselyési út kereszteződésében is kialakítanak hamarosan egy új körforgalmat, de a mostani elkerülő úton is lesz egy ilyen építmény, a csatárit pedig kibővítik. Ezek a munkafolyamatok is részei annak a projektnek, aminek során Szekszárd úthálózatát fejleszti az önkormányzat. Ezt Ács Rezső, a város polgármestere jelentette be hétértékelő sajtótájékoztatóján. Mint stábunknak elmondta, amíg az ilyen Szekszárd frakció a Rigó tojásokat számolja, addig ő és a hivatal újabb több milliárdos fejlesztések forrása előteremtésén dolgoztak. A körforgalmakra a már tervben levő új elkerülő úthoz lesz leginkább szükség, de nem ez az egyetlen fejlesztés a projekt során. Tulajdonképpen 3 évvel ezelőtt kezdtük el ezt az előkészítést, aminek köszönhetően most megkaptuk egyrészt a pénzügyminisztériumtól a top forrás, másrészt pedig miniszterelnökségtől a kiegészítő forrás, így van 5 milliárd forint keletösszegünk. Ebből ugye gazdaságfejlesztési célokat kell szolgálni, illetve turisztikai célokat kell szolgálni. Ennek köszönhetően a teljes Kesselyési út egészen ki a Gemmencik felújításra kerül, és mellette építjük egy kerékpárutat is, hiszen életveszélyes ma kerékpárra kimenni a Gemencbe. Ennek a forrása köszönhetően meg tudjuk végre nyitni a Mátyás Király utcát, itt nagyon sok közmű van egyébként, amit ki kell váltani. Aki strandra jár, vagy éppen kosármeccsre, tapasztalja, hogy az egy átrendeztő ponton milyen tumultus szokott kialakulni, vagy éppen munkaidő végével is elég sokan, még a hétköznapokon is be szokott dúlni ez a csomópont. Most ezzel a Mátyás Király megnyitással ezt egy kicsit reméljük, hogy oldani fogjuk, illetve ennek a keretnek köszönhetően 3 körforgalomnak a átépítése, illetve újnak a kiépítése történik meg. Egy a Tesco-nál épülne meg egy körforgalom, az Obi körforgalmat megszélesítjük, és a húsiparnál is kiépülne egy körforgalom, hiszen valamikor majd az elkerülő út ott fog indulni, és ott kerüljük ki az egész várost, amelynek a tervezése is zajlik már. És kivitelezés szintjén még egy nagyon fontos eleme van ennek a csomagnak, a temetőnek a feltáró útja, az alsóvárosi temető feltáró útja, hiszen az új ravatalozó az a temetőnek a déli részén kerül majd kialakításra, és ott építünk egy parkolót, illetve annak a megközelítését, megközelíthetőségét fogjuk tudni biztosítani ezekkel a forrásokkal. Így a strandot, a sportcsarnokot és a még épülő uszodát a Mátyás Király utcáról is meg lehet majd közelíteni. A projekt részeként az alsóvárosi temetőnél egy új feltárótat is kialakítanak. A Mátyás Király utca lezárt vasúti átjárójának megnyitása, a Kesselyési út újraburkolása és a kerékpárút, valamint a feltárót kialakítása 5 milliárd forintba kerül majd. A pénz legnagyobb részét 4 milliárd forintot topos pályázaton nyert a város, további 1 milliárd forintot pedig a miniszterelnökség ajánlott fel.